Bár most még csak egy üres romos ház, hamarosan gyerek lesz hangos a terület. Itt épül ugyanis nem sokára az új bátai bölcsöde. A terület és településfejlesztési operatív program pluszba benyújtott pályázatán nyert a falu 379 millió forintot, hogy létrehozzák a kisdedóvót. Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, nagy szükség lesz az intézményre a tavaly évben 20 gyerek született bátán, ami, ami kiemelkedő év volt, hiszen az előző évekhez képest e, e, hát ilyen 3-5-6 gyerek született. Hát hál' Istennek jönnek vissza a fiatalok a településünkre, a bátai fiatalok leginkább. Eddig az óvodában biztosítottak helyet a legkisebbeknek, hiszen ott a három csoportszobából csak kettőben foglalkoztak az óvisokkal. Azonban a gyermeklétszám növekedése miatt hamarosan mindhárom csoportszobára szükség lesz, de a bölcsödei szolgáltatásra is igény van, így azt is biztosítani kell. Az előkészítő munkálatok már el is kezdődtek. A közbeszereztetésnek az elindítása, aztán a kiviteli tervnek a jóváhagyása, tehát elindult a folyamat, és én nagyon szeretném, hogy azért hát ez év végére, vagy jövő év elejére ez a projekt elkészüljön. A 300 négyzetméter alapterületű intézményben 14 bölcsödést tudnak majd ellátni, és ezáltal új munkahelyeket is teremtenek majd a faluban.